Jó reggelt kívánok, ez a Híradó 8 órakor, az M1-en Székely Áron vagyok. Az ország több pontján is lecsapott a vihar az éjjel. Kőszegen villám csapott egy régi hotelbe, ami miatt kigyulladt az épület. A tűzoltók most is dolgoznak, jelenleg a még mindig izzó részeket oltják. A városra a heves villámlás mellett borsó nagyságú jeget hozott magával a vihar, ami majd egy órán át tartott. A jég mellett nagy mennyiségű eső is esett. Pécsre hirtelen szinte a semmiből csapott le az ítéletidő, sok embert az utcán ért a vihar. Hatalmas lángokkal égett egy üresen álló hotel épülete Kőszegen, az éjjeli viharban villám csapott a mintegy 450 négyzetméteres épületbe, ami miatt a tetőszerkezet azonnal lángra kapott. A tűz gyorsan terjedt, nem sokkal később már a hotel teljes felső, tetőtéri szintje és a tetőszerkezet is lángolt. A tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, több városból is vezényeltek át egységeket, hogy minél hamarabb megfékezzék a lángokat. Az oltást nehezítette, hogy a hatalmas füst és forróság miatt a tűzoltók csak légzőkészülékben tudtak az épületben dolgozni. Az egységek több oldalról támadva 5 vízsugárral láttak neki a tűz eloltásának. A tetőszerkezet több gócpontban ég, parázslik a jelen pillanatban is. A tűzoltók munkáját nehezíti az eső, valamint a villámlás. A helyszínre érkezett továbbá Vas megyei katasztrófavédelmi mobil labor is, akik a nagy füstképződés miatt folyamatos méréseket végeznek a helyszínen. A lángokat végül sikerült megfékezni, személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A városra a heves villámlás mellett borsó nagyságú jeget hozott magával a vihar, ami majd egy órán át tartott. A jég mellett nagy mennyiségű eső is esett. Ezeket a felvételeket az egyik nézőn készítette mobiltelefonjával. Arról, hogy a házakban okozott-e komolyabb kárt a jégverés, egyelőre nem érkezett hír. Pécsre hirtelen, szinte a semmiből csapott le az ítéletidő, az embereket az utcán érte a vihar. Ezen a nézői felvételen jól látszik, hogy az emberek kapuajakba húzódtak be az eső és a viharos erejű szél elől. Az utcán több autó riasztója is megszólalt, az erős szél táblákat döntött fel. A vihar elvonultával pedig munkához láthattak a tűzoltók is, a katasztrófavédelem emberei egész este a károk elhárításán dolgoztak. Több helyen is leszakadtak a villanyvezetékek. Negyed óra alatt rengeteg eső zúdult a városra, a vízelvezető árkok megteltek, és a felázott talaj miatt az erős szélben könnyen megdőltek, majd kidőltek a fák. A károk felmérése jelenleg is tart. Komoly károkat okozott a vihar Bács-Kiskun megyében is. Főként villanyvezetékre és útra dőlt fákhoz, megbontott háztetőköz riasztották a tűzoltókat. Kiskunhalason fákat csavart ki a szél, leszakadt ágak és jégeső okozott gondot. A Keceli úton egy hatalmas fa zuhant az úttestre, amelynek nekicsapódott egy éppen arra közlekedő személyautó. A fát a tűzoltók távolították el, a mentéshez darús kocsira is szükség volt. A szintén Bács-Kiskun megyei Kunfehérton mogyoró nagyságú jéggel érkezett meg a vihar az éjjel. A településen jelentős károkat okozott a jégverés. Az egyik házra rászakadt egy több méteres faág, amely a tetőt és a mennyezetet is átszakította. A házban élő idősasszony az ágyában feküdt, amikor a faág az épületre zuhant, és a vége az ágya fölött szakította át a plafont. A tűzoltók végül eltávolították a méretes ágat, majd ideiglenesen befették a beszakadt tetőt. Itt van az ág bent, látja maga is. Egy persze elment a villany, és abban a pillanatban egyszer itt az oldalmat ütötte meg, de nem vészesen, szóval valószínű, hogy úgy fekedtem, hogy csak súrolt. A visegrádi országoknak a világgazdasági változások nyertesei közé kell tartozniuk, erről beszélt a miniszterelnök a lengyelországi Katowice-ben, ahol átvette a V4 csoport elnökségét. Orbán Viktor a lengyel elnökséget lezáró csúcs találkozón azt mondta, a magyar elnökség célja a 4 ország gyors gazdasági újraindítása. A kormányfő további lényeges célként említette a biztonságot, amely szorosan összekapcsolódik a migrációval. Úgy fogalmazott, nem támogatják a migránsok kötelező szétosztását, sürgetik viszont a nyugat-balkáni országok európai integrációját. Rendkívül szorgalmas, törekvő és munkát vállalni akaró országaink vannak. A magyar elnökség a következő évben azért dolgozik, hogy ebben a megváltozott helyzetben mi V4-ek a világgazdasági változások nyertesei közé tartozzunk. Ezért 3 fő célt jelöltünk meg.
Legalább 3 afgán bevándorlót gyanúsítanak a hétvégi bécsi brutális gyilkossággal. Egy 13 éves lányt bedrogoztak, megerőszakoltak, megöltek, majd a holttestét a nyílt utcán hagyták. Az egyik gyanúsított a 2015-ös migrációs hullámmal, a másik idén áprilisban érkezett Ausztriába, a harmadik gyanúsítottat még keresik. Az osztrák kancellár azt mondta, ilyen barbár bűncselekmény felett nem lehet napirendre térni. Sebastian Kurz hozzátette, a törvény lehető legkeményebb szigorával fognak eljárni a tettesekkel szemben. Elkezdődött a kihallgatásuk, de ez is nehézségekbe bonyolódott, azért, mert nem tudnak jól németül, tolmácsot kellett hozzájuk hívni, és sajtóértesülések szerint nem is igazán mutattak semmiféle megbánást. Egész Ausztria meg van döbbenve. Még azt sem lehet tudni, hogy pontosan hány évesek a bécsi brutális gyilkosság elkövetői, mert a migránsok papírok hiányában a legtöbbször hazudnak a valós életkorukról. Erről Horváth József beszélt a ma reggelben. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója emlékeztetett, nem ez volt az első ilyen eset Nyugat-Európában, és ez nem is fog változni, amíg a nyugati liberális politika nem hajlandó szembenézni a valósággal. Nem az első ilyen eset Bécsben, illetve Ausztriában és Nyugat-Európában már a nagyon-nagyon sokadik eset, ami még mindig nem érkezünk el odáig, akármilyen sokszor beszélünk, akár ebben a stúdióban is, hogy nyugat-európai politikusok a szólamokon, a nagyon szép temetéseken, a plüsmackókon, a mécseseken túllépve valós intézkedéseket merjenek életbe léptetni. Itthon kevesebb, mint 13,5 ezer embert kell még beoltani, hogy meglegyen az 5,5 millió beoltott, és életbe léphessenek az újabb lazítások. Kedden csak nem 52 000, többségében második körös vakcinát adtak be, így már több mint 5,486 000 vannak, akik legalább egy oltást kaptak. Már az 5 millióhoz közelít azok száma, akik mindkét dózist felvették. Amint meg lesz az 5,5 millió beoltott, megszűnik a kötelező maszkhasználat, és védettségigazolvány nélkül is lehet szállodába, étterembe, fürdőbe vagy strandra menni. A tömegrendezvényeken viszont továbbra is kötelező lesz a védettségigazolvány felmutatása. A vakcinainfo.gov.hu oldalon továbbra is lehet regisztrálni az oltásra. Az oltás hatékony védelmet ad a koronavírussal szemben, de megvéd az új variánsokkal szemben is. Erről beszélt Rusvai Miklós a Kossuth Rádióban. A virológus azt mondta, az olyan országokban, ahol magas az átoltottság, a delta variáns miatt terjed a fertőzés, de töredéke beteg embert regisztrálnak, és még ritkább a haláleset. Hozzátette, ha lesz is újabb hullám, az ősz előtt nem várható. Ha van mondjuk 10 000 friss fertőzött egy adott országban, akkor abból meghaltak körülbelül 200-an, amikor még nem volt oltás, most pedig meghalnak 2-3-an esetleg a 10 000-ből. Tehát igen, terjed a fertőzés, igen, van betegség, igen, van haláleset, de a súlyos formát, a betegséget és a halálesetet az oltás hatékonyan megelőzi. Mától már az uniós oltási igazolás is elérhető az unión belüli utazásokhoz. Magyarország miután elsőként vezette be a védettségigazolványt és az oltást igazoló applikációt, július 1-én bevezeti az uniós védettségigazolást is, olvasható a koronavírus.gov.hu oldalon. Az angol-magyar kétnyelvű uniós COVID-igazolás digitálisan és papíron is elérhető. Azoknak, akik az Európai Unión belüli utazást terveznek, érdemes letölteni, vagy az EEST lakossági portáljára belépve kinyomtatni az uniós COVID-igazolást. Ez a legegyszerűbb módja az igazolás beszerzésének. Ma van a Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. Emiatt ma zárva van a gyógyszertárak többsége. Csak az éjjel-nappali, az ünnepnapokon is üzemelő, valamint az ügyeletes vagy készenlétet tartó patikák tartanak nyitva. A rendelőintézetek is zárva vannak. A kórházakban a munkaszüneti napnak megfelelően dolgoznak. A gyógyító osztályokon ügyeletet tartanak. A sürgősségi ellátás azonban ezen a napon is folyamatos.
Mind az állami, mind a versenyszférában idén-nyáron is tárt karokkal várják a diákokat a munkáltatók. Az állam idén is elindította a nyári diákmunkaprogramot, melynek lényege, hogy a munkáltatók jelentős támogatást kapnak, ha diákokat foglalkoztatnak. A program idén június közepétől augusztus végéig tart, a diákok legkorábban pedig július 1-én, tehát a mai naptól állhatnak munkába. A cél, hogy munkatapasztalathoz és jövedelemhez jutassa a nappali képzésben tanuló fiatalokat. A keret az valamivel több mint 3 milliárd forint, és 25 ezer fő diák finanszírozására, munkabérének finanszírozására elégséges. A jelenkezők száma mindig itt körül van, tehát szűkön, de beleférünk ebbe a létszámba. Azokban a megyékben, ahol nem, ott a helyi foglalkoztatási főosztályok még némi kiegészítést tudnak hozzátenni. Az önkormányzati pilléren ott a munkabér teljes összegét biztosítjuk, míg a versenyszférában 75%-ot, tehát ott a munkaadónak is be kell szállni. Újabb holtesteket találtak a mentőcsapatok. A floridai Miami közelében június 24-én összeomlott 12 emeletes lakóház romjai alatt. Az áldozatok száma ezzel 18-ra nőtt. A tragédia helyszínén még több mint 140 ember után kutatnak, hol létükről ugyanis az épület összeomlása óta semmit sem lehet tudni. A helyszínen izraeli és mexikai mentési szakértők is együtt dolgoznak amerikai kollégáikkal, de egyre halványabb az esély arra, hogy túlélőket találnak. Az 1981-ben épített 136 lakásos társasház északkeleti szárnyában 55 lakás semmisült meg, amikor az épület leomlott. Egyelőre nem tudni, mi okozta a tragédiát.